áldott legyen a fény, mely fentről zuhan ránk, áttörve a felhők sűrűködét. Áldott legyen az eső, mely lelkünket mossa át, áldott legyen az Isten, áldja meg jó anyánk. Bár megszületni fájt, s megszenvedtük mind, most itt vagyunk, mert hol is lehetnénk. Egy percre gondolt át, életed, mint a virág, bimbó volt, majd kinyílt, porba hull, porba hull. Ezer színű az ősz, hófehér a tél, meleget hoz a tavasz, forrót a nyár. Örökségünk a múlt, a jelen támaszkodik rá, hogy szebbet hozzon a jövő, a jelent írjuk át. Egy percre gondold át, életed, mint a virág, bimbó volt, majd kinyílt, porba hull, porba hull. A Herceg-Alom község önkormányzata minden évben az identitást erősítő program szerves részeként elülteti itt a Születések Parkjában a Születések fáját. Az éppen aktuális évben herceghalmi lakosként megszületett gyermekek iránti tiszteletadásként. Ez általában szeptember 20-a körüli időpontban történik, tekintettel arra, hogy a gyermekek világnapját szeptember 20-án ünnepeljük. Egyébként pedig azért el kell mondanom, hogy legkedvesebb feladatom egyike polgármesterként az, amikor az önök, vagy hát az előző években született gyermekek megszületése kapcsán a tiszteletem jeléül önöknek, szülőknek egy köszönő levelet szoktam aláírni. Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy egy új élet született, és egy picit, mivel közösségben élünk, Herceg-Halom lakossága is ebben az örömben azért valamelyest részt vesz és részt követel magának. Faültetés tulajdonképpen azért is fontos, mert azt gondolom, hogy ezzel a jövőt, az új életet tiszteljük meg és ünnepeljük. Az életakarás szimbóluma ez, és ezt nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni. Magyarországon körülbelül 93 ezer gyermek születik évente, és sajnos azért el kell, hogy mondjuk, a pandémia visszaszorította ezt a számot, illetve évről évre Európában kevesebb gyermek születik, de ez ne legyen számunkra követendő példa. A település területén névre szólóan megjelölten elhelyezzük a kis táblára az önök gyermekeik nevét. Ezzel szerintem a közterület iránt érzett felelősségtudatot is egy picit megpróbáljuk elültetni a szülőkben és a lakosságban egyaránt. Az önkormányzat fontosnak tartja azt is, hogy az önök gyermekei, Herceg-Halom gyermekei szép és új intézményekben kezdjék meg majd a bölcsödét, óvodát és az iskolát, ezért mindent megtesz. Amennyiben mindkét szülő dolgozik, a bölcsödei szolgáltatás díjához havonta 35 ezer forinttal hozzájárul Herceg-Halom község önkormányzata, illetve büszkén jelenthetem be, hogy az óvoda telephellyel fog bővülni, úgyhogy a következő tanévben, illetve nevelési évben, mert az óvodánál ez van, már ezt is birtokba vehetik a gyermekek. Ez a Patak utca végén, Talóci utca kereszteződésénél lesz, illetve éppen most fogalmazzuk meg koncepció mentén, illetve várjuk az építészektől a tervet, az iskola bővítés terveit. Egy új tagépülettel szeretnénk bővíteni az iskolát, mivel hála Istennek itt Herceg-Halomban egyre több gyermek van.